Eves város képviselőtestülete 2016. szeptember 29-én tartotta soros ülését. A meghívóban szereplő 8 napirendi pont egy sürgősségi indítvánnyal bővült. Első napirendi pont indítvány közterületfelügyeletről szóló 9/2016 önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. Kérdezem, hogy kérdés van-e az indítvánnyal kapcsolatosan? Kérdés nincs, kérdéseket lezárom. Bizottságok tárgyalták. Kovács István, ennek úr parancsolj. A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta és 4 igen szavazattal támogatja az indítványt. Köszönöm szépen. Tóth Miklós, elnök úr parancsolj. Köszönöm a szót. A Jogi Ügyrendi Bizottság tárgyalta az indítványt. Dr. Gortva János bizottsági tag úrnak volt egy módosító javaslata, ami nagyjából azt foglalta magába, hogy a 10. paragrafus 4. bekezdését az vegyük ki ebből a rendeletből, és ezt 4 igen, egy tartózkodásra elfogadta a bizottság. Jó. Köszönöm. Köszönjük szépen, bizottsági véleményeket hallottunk, rátérünk a vitára, hozzászólás javaslat van-e? Itt, ha jól értem, akkor a Jogi Ügyrendi Bizottság azt javasolta, hogy a 10-es paragrafusnál ugye a közterületfelügyelő intézkedése során kerékbilincset alkalmazhat. Tehát gyakorlatilag ezt kéri a bizottság, hogy töröljük a... Jó. Én azt gondolom, hogy befogadom, úgyhogy befogadjuk, úgyhogy ezzel akkor... Ugye tudunk egy további hozzászólás javaslat van-e? Ha nincs, akkor a rendelet módosításról kérem, így az elhangzott, a Jogi Ügyrendi Bizottság által elhangzott módosítás, ami befogadásra került, azzal együtt kérem a rendeletről szavazni, szíveskedjenek most. Tizenegy igen, egy hangulag került elfogadásra. Kettes napi rendi pont, indítvány Hevesváros Önkormányzat hosszú távú közművelődés szervezési és közművelődési intézmény szervezeti tagolása koncepciójának kidolgozására. Kérdezem az indítványon kapcsolatosan kérdés. Kis Tamás képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tekintettel arra, hogy a bizottságunk nem tudta tárgyalni hétfőn ezt az anyagot, mert nem volt még a nem állt rendelkezésre. Ezért a Értékes Bizottságként Lányi elnök úrtól kérdezem a bizottság vezetőjétől, hogy ő hogy látja biztosítottnak Heves város kultúrájának jelenlegi színvonalát megtartani, illetve javítani akkor, hogyha a Média Kft. Fogja majd átvenni a kultúrának a szervezését, irányítását. Köszönöm. Most ezt most nevesítve akkor, igen. Ha is amennyiben tud válaszolni nyilván. Igen, megadnám a szót. Hát ugye most már személyesen a kérdés ugye érintett, úgyhogy akkor, hogyha... Köszönöm szépen a képviselőnek a kérdését. Írásba fogok a képviselőnek válaszolni. Köszönjük szépen. Kis Tamás képviselő úr, tessék, parancsolj. Köszönöm szépen. Tehát jó lett volna a választ tudni, mert ez egy lényeges dolog lesz a közeljövőben, hogyha nem a mostani mederben folyik majd a kultúra irányítása. Gondolkodtam azon, hogy miért, vagy mi szükség lehet erre a történetre, hiszen ugye itt a Jászberényi példát olvashattuk az előterjesztésben indoklásul, és hát mondhattuk volna azt is, hogy és ezen kívül pedig több mint 3000 önkormányzatnál nem így működik a történet. De hogyha a Jászberényi példát nézzük, ott ugye alapvetően arról van szó, hogy egy szakemberekből álló Kft., akinek ez volt a profilja, vette át a kultúra irányítását. Mi esetünkben ugye itt nem erről van szó feltétlenül, hiszen a Média Kft.-nek nem voltak ilyen feladatai korábban, illetve nem tudom, hogy van-e olyan alkalmazottam Kft.-ben, aki ezt szakmailag tudja irányítani ezt a feladatot. Tehát ezért ilyen szempontból szakmailag indokolatlannak tartom az átadást. Finanszírozás szempontjából pedig nem hiszem, hogy valami javulás lenne a mostani állapothoz képest, hiszen a normatívát így is kiegészítjük a kultúra életében. A kultúra az nem egy alapvetően nem egy profitot termelő ágazat. Nyilván az emberek jó érzése, az ember élet színvonalának megfelelően tartása miatt alakult ez így ki, és van rá szükség, de nem
egy finanszírozást segítő, az önkormányzat finanszírozását segítő ágazatról van itt természetesen szó. Tehát pénzügyileg se látom indokoltságát ennek az átalakításnak. Nyilván más lenne a helyzet, hogyha egy olyan szakmailag profi, évtizedes tapasztalattal bíró Kft. Venni át az irányítást, itt ugye nem erről van szó. Tehát igazából számomra így összességében érthetetlen ez a fajta átalakítás, nem látom valós okait ennek, amit szükség volna rá. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hozzászólás javaslatoknál járunk. Úgy látom, hogy nincs további hozzászólás. Akkor kérem az indítványról és a határozati javaslatról, kérem szavazzunk most. Hét igen, négy nem. Nem, elkerült elfogadásra. Köszönöm szépen. A képviselőtestület hozzájárult Mészáros Ferencné részére Bocskai út 24 szám alatti szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti jog folytatásához. A grémium nem járult hozzá Fülöp Dezsőné a Tulipán kávézó vezetője részére vendéglátó előkert közterület burkolási költségének a bérleti díjba való beszámítással történő kiegyenlítéséhez. Ötös napirendi pontnál járunk, beszámoló az önkormányzat társulásainak tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról. Indítvány, itt ugye csatolva lett délhevesi ivóvízminőség javító, a délhevesi kistérség, illetve a régiókom társulás. Kérdezem, kérdés van-e az indítvánnyal kapcsolatban? Beszámolóval kapcsolatban? Bocsánat. Úgy látom, hogy nincs. Kérdéseket lezárom. Bizottsági vélemények. Tóth Miklós, elnök úr, parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr. A Jogi Ügyrendi Bizottság tárgyalta a beszámolót. Külön szavaztatott a végén a három pontról. A délhevesi ivóvízjavító program az 3 igen, 2 tartózkodásra el lett fogadva, a délhevesi kistérség az 4 igen, 1 tartózkodásra el lett fogadva, a régiókom társulás pedig 4 igen, 1 tartózkodás mellett lett elfogadva. Beszámol. Köszönöm. Köszönjük szépen. Lányi József elnök úr. Köszönöm szépen. A Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 5 igen szavattal elfogadta. Köszönöm szépen. Birnbaum István elnök úr, parancsolja. Köszönöm szépen a szót. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolókat. Köszönöm szépen. Bizottsági véleményeket hallottunk. Rátérünk a vitára. Kérdezem, hozzászólási javaslat van-e? Látom, hogy nincs. Akkor én egybe teszem fel a szavazásot, tehát akkor kérem, aki a beszámoló is illetve a beszámolóról és a határozati javaslatokról együtt fogunk szavazni. Úgyhogy kérem, szavazzunk most. Tizenegy igen, egy hangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen. Hatos napirendi pont, tájékoztató Hevesváros Önkormányzat 2016 évi költségvetésének első félévi teljesítéséről. Kérdezem, hogy kérdés van-e a tájékoztatóhoz? Hozzászólás javaslat bárki részéről. Ja, bizottság tárgyalta, bocsánat, akkor bizottsági véleményeket. Birnbaum István elnök úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén azzal a kiegészítéssel elfogadta a tájékoztatót, hogy méltatta a pénzügyi irodának a munkáját, hogy példaértékű, könnyen áttekintető, laikusok számára is könnyen értelmezhető tájékoztatót adott nekünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Pénzügyi Bizottság véleményét hallottunk. Lányi József elnök úr, parancsolj. Köszönöm szépen. A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a tájékoztatót és tudomásul vette. Köszönöm szépen. Tóth Miklós elnök úr, parancsolj. Köszönöm, azt mondta, a Jogi Ügyrendi Bizottság szintén tárgyalta és tudomásul vette a tájékoztatót. Köszönöm szépen. Bizottsági véleményeket hallottunk. Hozzászólási javaslat van-e bárki részéről? Ha nem, akkor tudomásul tudja venni a képviselőtestület. Látom, igen, köszönöm szépen. Testület tudomásul vette a tájékoztatót. Hetes napirendi pontunk, tájékoztató Hevesvárosban folyó
alapfokú oktatás helyzetéről. Köszöntöm körünkben Balagó Zoltán tankerületvezető urat. Nem tudom, hogy szóbeli kiegészítést, akkor megkérnélek ide, hogy oda az első sorba meg kellene nyomni. Megvan, jó. Jó, oké. Okay. Köszönöm szépen a technikai segítséget. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, nagy örömünkre szolgál, hogy a képviselőtestület érdeklődik a településen működő általános iskolákban folyó szakmai munkáról. A két intézményvezető ehhez kapcsolódóan összeállított, én azt gondolom, hogy nagyon komoly szakmai anyagot, amelyet önök vélemezem, hogy megkaptak. Én magammal osztom a két intézményvezető kollégát, hogyha esetleg lennének olyan kérdések, amelyekre nem tudok válaszolni, akkor itt van a két intézményvezető, állnak az önök rendelkezésükre. Én ezúton is szeretnék köszönetet mondani az intézmény vezetésnek, két intézmény vezetésének, az ott dolgozó pedagógusoknak, hogy az elmúlt tanévben is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a nevelőoktató munkaterületén. Szeretnék továbbá köszönetet mondani ezúton is Hevesváros önkormányzatának, hogy segítették a nevelőoktató munkát sok mindennel. Egyrészt, hogy a tornacsarnokot biztosították a számunkra. A körzeti tagiskola tanulói több alkalommal ugye térítésmentesen használhatják a tornacsarnokot. Ez nagy segítségünkre volt az elmúlt tanévben, hiszen az önkormányzat jóvoltából, pályázati forrásból egy komoly fejlesztés, egy felújítási munka kezdődött meg a körzeti tagiskolában, amely érintette az intézménynek a homlokzatát, külső nyilázárók homlokzati felújításra került sor, illetve a tornateremnek a tetőszerkezete is megújult, illetve hát most egy újabb pályázat keretében pedig a tornaterem kerül megújításra. Nagy öröm számunkra, hogy az önkormányzat ilyen fontos ügynek tekinti a köznevelés ügyét, és ezúton is pályázati forrásból igyekszik a feltételeket megteremteni. Ebben a tanévben ugye egy érdekes helyzet állt elő, illetve hát majd a következő év, gazdasági évtől, és azért erről is engedjenek meg, hogy néhány szót szóljak. Ugye szeptembertől, 2015. szeptemberétől az intézmény üzemeltetési, működtetési feladatait a települési önkormányzat vette át, és én azt gondolom, hogy jó gazdája még jelenleg is a települési önkormányzata, az előző példák is ezt támasztották alá. A nyári jogszabályi változások okán kerül sor a korábbi helyzetnek, ha úgy tetszik, a visszaállítására, ugye január 1-től az állam az intézmény fenntartó központon keresztül fogja újra az üzemeltetési feladatokat ellátni. Annélkül, hogy most belemennénk, hogy ez jó vagy nem jó, de van egy helyzet, amit közösen kell, én azt gondolom, mind a két félnek megoldani. A mi rendszerünk is átalakul, hiszen bizonyára hallottak róla, hogy de facto gyakorlatilag július óta már úgy működünk, ami majd de jure 2017. január 1-től fog életbe lépni, hogy a tankerületek illetékességi területe megváltozik. Heves megyében két tankerületi központ fog létrejönni, 60, illetve Eger központtal, és a két központhoz integrálódnak a járási tankerületek, és a hevesi járás intézményei az egri tankerületi központhoz tartoznak. Talán annyiban egyszerűbb a dolog, hogy ugye korábban az elmúlt két évben már megbízott tankerület igazgatóként a hevesi tankerületnek az ügyeit vittem, vezettem, tehát azt kell mondjam, hogy helyek közel ismerem a helyzetet, illetve az intézményhálózatot, illetve igyekeztünk jó kapcsolatot kialakítani a települési önkormányzatokkal, így Hevesváros önkormányzatával is, és az új feladat ellátása való felkészülés kapcsán tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy már több alkalommal egyeztettünk jegyző úrral, polgármester úrral, illetve hát most van folyamatban egy komoly
adat egyeztetés az üzemeltetési működtetési feladatok ellátása tekintetében, és én azt érzékelem, hogy mindkét félnek az a célja, érdeke, hogy az intézmény hálózat ebből a váltásból a lehető legkevesebbet, leginkább semmit ne érezzen meg, és azok a jó gyakorlatok, azok a jó konstrukciók, amelyek működőképesek voltak az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban, ezek átültethetők legyenek a következő időszakra is. December 15-ig kell a feleknek tekintetben megállapodást kötni. Éppen kollégám most volt Budapesten egy országos értekezleten, ahol kiderült, hogy mi nagyon jól állunk az egyeztetések tekintetében országos szinten is. Én bízom benne, időben elkezdtük a munkát, én bízom benne, hogy az elkövetkezendő hetekben az önkormányzat illetékes képviselőivel együtt ki tudunk találni egy olyan működőképes konstrukciót, amely mindenfélnek a megelégedésére szolgál, de legfőképpen az itt tanuló gyerekek, illetve a szüleiknek az érdekét szolgálja. Én a magam részéről köszönöm szépen, hogy itt lettem, amennyiben kérdésük van hozzám, illetve a kollégákhoz, kérem tegyék föl, és kérem önöktől a tájékoztató tudomásul vételét, elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, igazgató úr. Kérdezem, hogy kérdés tájékoztatóval kapcsolatosan. Kis Tamás képviselő, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a tájékoztatót a tankerülettől és külön elnök úrtól is. A kérdésem arra vonatkozna, hogy a gyerek létszám az gyakorlatilag nem változik mostanában, hevesen utóbbi esztendőkben, legfeljebb a belső összetétele módosul, de a pedagógus ellátottság ehhez a létszámhoz megfelelő, ugyanis mennyire én ismerem a helyzetet, a középiskolában például nagyon nehezen találunk bizonyos szakokra pedagógust. Hogy alakul ez az általános iskolai képzésben? Tehát az alapfoknál minden szakon sikerül-e megfelelő mennyiségű pedagógust a sorba állítani, illetve hát amennyire tudom, hevesen is van néhány pedagógus, aki nagyon messziről jár be, tehát hosszú távon fenntartható-e gyakorlatilag a szakmai ságbiztosítása ezen a területen? Köszönöm. Köszönjük, akkor hát is örem a szót. Jó. Köszönöm szépen a kérdést. Én azt gondolom, hogy ezzel a problémával, amit képviselő úr említett, nem vagyunk egyedül. Országosan sajnos az a helyzet, hogy bizonyos szakok tekintetében komoly ellátási problémák vannak. Jellemzően ilyenek a természettudományos tárgyak, matematika, fizika, informatika, de az angol nyelv is ide sorolható, és nagyon nehéz ezekből a tantárgyakból megfelelő szakos ellátottságú pedagógust találni. Mi a magunk részéről azt gondoljuk, hogy az a létszámkeret, az a státusz létszám, amely az intézmények rendelkezésére áll, az elegendő a feladatellátáshoz. Én inkább a problémát abban látom, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus nem tudunk találni. Hogyan próbálunk ezen a helyzeten javítani? Egy olyan közös akciót indítottunk el ettől a tanévtől az Eszterházy Károly Egyetemmel, hogy a tanítói végzettséggel rendelkező pedagógus kollégáknak lehetőséget biztosítunk két fél év alatt egy úgynevezett műveltségtörténeti képzésen való részvételre. Ennek anyagi támogatásának nagy részét, 80%-át a tankeretünk biztosítja a kollégák számára, és hogyha ezt a képzést elvégzik, nyilván az együttműködés arra is irányul, hogy a többi piaci szereplőtőhöz képest egy kedvezőbb áron tudjuk megvenni ezt a szolgáltatást, akkor a tanító kollégák 5.-6. évfolyamon taníthatják ezeket a szaktárgyakat. Illetve folyamatosan hirdetjük minden mellett a pályázatokat, és próbálunk pedagógus kollégákat ide vonzani. Az nagy segítségünkre lenne, hogyha ebben a toborzó tevékenységben nem mi maradnánk egyedül, hanem minden önkormányzat, és ez függetlenül a jelenlegi önkormányzattól, tudnának valamilyen segítséget nyújtani, ez akár letelepedési, lakás, lakhatás, stb., mert ez megkönnyítené nyilván a helyzetet, egy döntési helyzetet mondjuk egy ide pályázó kollégánál. Tudom, hogy ez sok esetben nem lehetséges. És hogyha még hozzáteszem azt, hogy ha megnézzük a pedagógusok korfáját,
akkor sajnos azt tapasztaljuk, hogy a 40, de főleg az 50 év fölötti pedagógusoknak az aránya az nagyon magas általában a tantestületekben, és bizony akkor leszünk nehéz helyzetben, hogyha ezek a kollégák elmennek nyugdíjba, és a feladatokat meg el kell látni. Gyakran előfordul, hogy bizonyos területeken nyugdíjas pedagógusoknak a visszafoglalkoztatását tesszük meg. A nők 40 éves nyugdíjával nyugdíjba vonult kollégák tekintetében ez egyszerűbb, az öregségi nyugdíjba vonult kollégák tekintetében egy kicsit bonyolultabb, de erre is megvan a technika. És vannak bizony sok olyan pedagógus, nyugdíjas pedagógus kollégák, aki szívesen vállal ilyen jellegű feladatot. Jellemzően az alapfokú művészetoktatásban van egy zongora tanárnő, aki már 70 fölött van, és az ő munkájára nagy szükségünk van, és ő nagyon szívesen vállalja is ezt a dolgot, és Budapestről jó múltkorába fölhívtak, hogy hát nem biztos, hogy nekünk őt még foglalkoztatnunk kellene, és én kardoskodtam, hogy természetesen, mert mindkét félnek szüksége van erre a feladatra. Igen, tehát amit képviselő úr jelzett, az egy valós probléma, és a magunk szerény eszközeivel igyekszünk ezen a helyzeten javítani, illetve hát az Eszterházi Károly Egyetemmel, mint a régió, a megye vezető felsőoktatási intézményével igyekszünk az említetteken túl egyéb akciókat is kitalálni, hogy ezen a helyzeten enyhítsünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát még mindig kérdéseknél, a Kis Tamás képviselő úr újabb. Nem is annyira kérdezni, inkább reagálni szeretnék a hangzottakra. Köszönöm szépen. Magam is hasonlóan gondoltam, de nagyon jó volt ez a megerősítés és a árnyalt kifejtés. Arra gondoltam még közben, hogy esetleg lehetne talán a középiskolában is reklámozni azt, hogy szükség van pedagógusokra az általános iskolákban is, tehát talán, hogy több gyermek választaná továbbtanulásként ezt az irányvonalat, tehát egy szorosabb együttműködés lehetne kezdeményezni, vagy elkezdeni a középiskolával ezen a területen, illetve más területen is, mert nálunk továbbtanulásban látom azt az érdekes aránytalanságot, hogy míg a helyi katolikus iskolából gyakorlatilag a komplett osztály, vagy mondjuk 80%-ban a végzős osztály nálunk tanul tovább, addig a klikkes iskolákból, különösen a körzeti tagiskolából alig választják a középiskolát, illetve a gimnáziumot. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen a téren is lehetne sokat javítani, és a két iskolát, illetve hát a klikket a középiskolával szorosabb kötelékbe lehetne hozni, ezen nagyon sok javítani való van még, és előrelépés lehet szerintem oktatásügy területén szerezni hevesen, hogyha ezzel komolyabban foglalkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Esetleg reagálni. Képviselő úr, nyitottak vagyunk minden együttműködésre, a nem állami intézményekkel is, legyenek azok egyházi fenntartású vagy magánfenntartású intézmények. Ki kell találni, hogy mik azok az akciók, amelyekkel közelebb lehet hozni az intézményeket egymáshoz, és természetesen szívesen látunk óraadó pedagógusokat, akik a középiskolában dolgoznak. Köszönöm szépen. Makó Nándor alpolgármester úr, parancsolj. Köszönöm szépen a szót. Én a kis képviselő úrnak a egyik felvetésére szeretnék reagálni, hogy a körzeti általános tagiskolából kevés diák érkezik az ötösbe. Úgy gondolom, hogy ez így ebben a formában nem biztos, hogy megállja a helyét, hiszen a hatosztályosban már a körzetiből igen sok gyerek megy át. Tehát lehet, hogy azt érzi képviselő, hogy egyszerre nem mennek mondjuk a négy osztályos gimnáziumba, ez valóban így van, hiszen előtte azért már többen a hatosztályosba oda járnak. Úgy gondolom, hogy ez a kijelentés azért nem teljes mértékben pedig a valóságot. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kérdések, reagálások voltak, akkor bizottsági Lányi József elnök úr, parancsolj. Köszönöm szépen a tájékoztatót, a Humánpolitikai Bizottság tudomásul vette. Köszönöm szépen, bizottsági véleményeket hallottunk, akkor most járunk a vita hozzászólás javaslatoknál. Makó Nándor alpolgármester úr, parancsolj. Nagyon szépen köszönöm az anyagot a két intézményvezető asszonynak, valóban egy tartalmas beszámolót sikerült olvasni, és én nagyon szépen köszönöm azt, hogy észrevették azokat az önkormányzat által az iskolák felé tett lépéseinket, amik úgy gondolom, hogy
hogy valóban elengedhetetlenek ahhoz, hogy jól működjön az iskola. A igazgató úr is említett ebből egy pár dolgot. Akár a tornaterem vagy az iskolák felújításáról van szó, de ugyanennek része ugye a műfüves pálya, aminek a pont ma volt a munkaterület átadása a körzetiben, tehát ott is elkezdődik a munka. Ugye minden napos testnevelés valóban a nem csak az általános iskolát, ugye még az elmúlt évben a középiskolát is érintette, valóban próbálunk segíteni a iskoláknak abban, hogy ezt meg tudják oldani, hiszen a helyhiány miatt ez nagy problémákat okoz. Ugye itt a beszámolóban az újtelepi, de Szent Gellért általános, katolikus általános iskola nincs benne, de itt is azért meg lehet említeni az önkormányzatnak azt a törekvését, vagy azt a tettét, ugye, hogy ingatlan vásárlásra segítettük az iskolát, és ugye ott játszótér parkoló kerül kialakításra, ugye a játszótér már átadása is került, a parkoló is folyamatban van, és ehhez kapcsolódóan ugye a Heva Kft-nek a munkáját is meg tudnám említeni, az iskolai munkákat, amik sajnos elég sűrűen kell, hogy végbe menjenek. Elég sokat vannak ott a Heva Kft. Munkatársai, és úgy gondolom, hogy hatékonyan és gyorsan próbálnak dolgozni, illetve a Start közmunkaprogramosok is részt vesznek ebbe a munkafolyamatba. Ugye itt is az oktatás területén is a kisbusznak az igénybevétele, amely megemlítésre került. Valóban úgy gondolom, hogy ez egy olyan költség hatékony mód, amivel tud az önkormányzat segíteni az iskoláknak, illetve úgy gondolom, hogy ez a jövőben sem fog megállni ez a segítség ezen a szinten, hiszen a Hevesi József általános iskola és a zeneiskolára is próbálunk pályázni, és azt is belül is, illetve kívül is olyan méltó módon felújítani, ami az oktatást elő fogja segíteni. Köszönöm szépen a munkájukat, és köszönöm a szót. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Nyilván itt még ugye, ami még esetleg megemlítésre kerül, hiszen ugye pályázatból próbáljuk majd a körzetének a belső felújítását is, hiszen én azt gondolom, hogy minden gyermek hevesi, tehát nekünk az a kötelességünk, hogy függetlenül attól most éppen a egyházi fenntartásban, vagy klikkes fenntartásban vannak az iskolák, tehát mindent erőnkhöz mérten, néha erőn felül is próbálunk megoldást találni. Itt azért én úgy gondolom, hogy például a mostani körzeti tornaterem felújításnál volt egy utolsó mozzanat, amikor még ott a lábazati festés az ugye se a pályázatban nem volt benne, se előzőleg nem volt megcsinálva, és akkor ugye itt most az önkormányzat, az alapítvány, az iskolai alapítványjal együtt ugye próbáltuk megfelezni a költségeket, és én azt gondolom, hogy ez is példaértékű, hiszen az a fő, hogy felújításra kerüljön, jobb környezetet teremtsünk a gyerekeknek, és ennek ugye mindig kicsit ilyen puzzle vagy éppen sakkozás van, hogy most éppen hogy tudjuk megoldani, de nyilván mindenre próbálunk megfelelő megoldást találni, úgyhogy remélem a jövőben is ugyanígy lesz. Én nagyon köszönöm a tájékoztatót a tankerület részéről, illetve hát a intézményvezető asszonyoknak a részéről, és akkor tudomásul tudjuk-e venni, akkor természetesen jó. Köszönjük szépen! Köszönjük! Következő 8-as napirendi pont, tájékoztató Hevesvárosban folyó verseny és tömegsport helyzetéről. Szintén tájékoztatóról beszélünk, itt ugye csatolva bekerült Hevesi Sportegyesület, Hevesi Diákfoci Klub, Ötvös József Középiskola DS-e, illetve a Hevesi Labdarúgó Sportklubnak a külön beszámolói. Kérdezem, hogy kérdés van-e a tájékoztatóval kapcsolatosan? Makó Nándor, alpolgármester. Nekem kérdésem lenne, bocsánat, majd a reagálni szeretném. Jó, akkor kérdés most akkor nincs, kérdés nincs. Bizottsági Lányi József elnök úr, parancsolj. Köszönöm szépen. A bizottság a tájékoztató tudomásról vette. Köszönöm szépen. Bizottsági véleményeket hallottunk, rátérünk a vita hozzászólás javaslat. Makó Nándor, parancsolj. Köszönöm szépen a szót. Ugye a sport elég széles spektrumot ölel föl Hevesvárosában is. Örömmel olvastam
a szakembereknek a beszámolóját mind a minden területről. Ugye a sportcsarnokkal próbáljuk meg elsősorban biztosítani, illetve a körülete levő pályával azokat a lehetőségeket, hogy bárki sportolhasson. Én örömmel olvastam a HSE elnökének, Kovács Gyulának a beszámolóját, illetve a szavait, aki egy olyan mértékű fejlődésről beszél az utóbbi időben, ami példaértékű, és úgy gondolom, hogy valóban nagyon sokat megtesz az önkormányzat annak érdekében, hogy minél többen sportoljanak, minél jobb körülmények között. Ugye itt említhetem, a műfíves pálya átadásra került a hónapban, ugye a sportpálya területén, az előbb említettük az oktatással kapcsolatban, hogy a körzetiben ugye a munkaterület átadás megtörtént. Ugye még elképzelhető több műfíves pályának is a létrejött Teves városában. Ugye szerves része a játszótereknek az átadása, ami akár a sportolók, vagy a sportoló szülők gyerekeinek a megelégedésére szolgál. Ugye a sportcsarnokban egyre jobb feltételekkel tudjuk a sportolókat, és ami fontos, olyan áron tudjuk odaadni a sportcsarnokot, hogy ki tudják az egyesületek, illetve az iskolák is, amikor ilyen rendezvényeket szeretnének szervezni, akkor meg tudják fizetni, és tudnak ezzel igen jól élni. Ugye nem szabad elmenni a TAO, a társasági adó adta lehetőség mellett, ami az önkormányzat válláról vesz le tulajdonképpen nagy terhet, pontosabban csak venne le, mert az egyesületek szakosztályai nagy gondba voltak ennek a begyűjtésével, nem könnyű ugye pénzt szerezni, még akkor sem, hogyha ez tulajdonképpen az adott cégeknek végül is papírmunkával jár, illetve egy óriási szívességgel a sportnak a támogatásával. Ez az utóbbi időben nem volt ilyen mértékű, és ezt is örömmel olvastam, hogy megjegyezték azt, hogy az önkormányzat segítségével mintegy 70%-ot sikerült föltölteni, tehát a maradék 30%-ot kellett csak a szakosztályoknak utána kajtatni ennek a pénznek, a többit a mi segítségünkkel sikerült, és így egy olyan körülbelül 30 millió forintból tud a hevesi sport gazdálkodni. Ilyen mértékű pénz még nem volt. Nem volt a rendszerben. Ugye a sportolóknak is a kisbuszt vagy kisbuszokat önköltséges áron tudjuk igénybe adni. Ez is óriási segítséget jelent, nagyon nagy megtakarítás a szakosztályoknak. Ugye a jövőben próbál ugyanilyen segítséget nyújtani az önkormányzat, illetve a sportparknak az átadása, ugye erről is már volt szó egy előző testületi ülésen, hogy kültéri fitness eszközöket jelent, ez ugye három helyen is lesznek ezek majd megtalálhatók, új telep itt a városközpont, illetve a sportpálya területén. Ez is most egy olyan szegmensét képezi a fiataloknak a mozgás kultúrájának, ami úgy gondolom, hogy biztos, hogy előnyes lesz, és nagy előszeretettel fogják használni, illetve ne felejtsük el a zöld város pályázatot, ott pedig a teniszpályától elkezdve futópályától, vagy futópályán át egy komplex területen tudnak majd sportolni nagy valószínűséggel, hogyha ugye ezt sikerül megpályáznunk, megnyernünk, akkor ez is a hevesi sportületet fogja szélesíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Itt alpolgármester úr, amit felsorolt, még egy jutott eszembe, ami már ugye talán nyert is az a pályázat, például a sportcégháznak a felújítása, amit ugye egy kb. 6 millió forint, amit ugye jövő évben kell majd megvalósítanunk. Ezt ugye TAO-s pénzből a HLSC nyerte. Tehát azt gondolom, hogy nyilván arra a sportcégházra természetesen sokkal több is ráférne, hiszen ott ugye azért palatető és egyéb, de most azt hiszem, hogy a belső felújításoknak, vizes blokkoknál legalább ez a 6 millió forintból meg tud valósulni. Ezzel is ismét egy újabb lépést teszünk, hogy azért a sportinfrastruktúránk az folyamatosan fejlődjön, és utána már ne azt lehessen mondani, hogy nem tudnak hol sportolni, nem azt lehet mondani, hogy
minden lehetőség adott, és most már a fiatalokra, középkorúkra, idősekre is nyugodtan menjenek és használják saját érdekükbe. Kérdezem, hogy egyéb hozzászólás, ha nincs, akkor a tájékoztatót akkor tudomásul tudjuk-e venni egységesen? Úgy látom, hogy igen. Köszönöm szépen, akkor a tudomásul vette a képviselőtestület. Sürgősségi nyitványhoz érkeztünk, 9-es napirendi pont, heves belzület 782/3/A/12 helyrezi szám alatti nyilvántartott ingatlanra, Hevesváros önkormányzat javára bejegyzett jelzálog, valamint elérénics és terjesi tilalomra tekintettel hozzájárulás megadása adásvételi szerződés megkötéséhez. Jegyzőorra nézek itt egy rövid szóbeli kiegészítést akkor, hogyha mit, ez tényleg a testületi ülés előtt 5 perccel érkezett, úgyhogy akkor meg is adnám a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtestület. Nagyon röviden arról van szó, hogy az egyik korábban önkormányzati tulajdonú ingatlan, amit még az 1990-es évek elején értékesített az önkormányzat, és amelyre be van jegyezve 1994 óta a jelzálog jogunk a vételár erejéig, és az elidegenítés és terhelési tilalmunk is. A két testvér a tulajdonosa és az egyik testvér a másiknak az egészhez képest 1/8 tulajdoni hányadot eladna. Mind a ketten tulajdonosok maradnak változatlanul az ingatlanban, viszont a elidegenítési és terhelési tilalom miatt az önkormányzat hozzájárulása szükséges a szerződés hatályba lépéséhez. Ezt kérték tőlünk a tegnapi napon. Nem hevesen lakik az egyik tulajdonos, ezért volt ennyire szoros az idő, és gyakorlatilag ügyvédnő kérte, hogy segítsünk, ha tudunk. És ezért sürgősségi indítványként került a tisztelt képviselőtestület elé. Én úgy látom belőle, hogy az önkormányzat helyzete se nem erősödik, se nem gyengül ezáltal, úgyhogy nem látom kifogását annak, hogy ez elvetendő legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, kérdéseknél járunk. Kérdés van-e az indítvánnyal kapcsolatosan? Kérdés nincs, kérdések lezárom, hozzászólás javaslat. Bémbaum István elnök úr, parancsolj. Szépen a szót, elnök úr. Hát én a jó gazda gondosságával közelíteném meg azért ezt az esetet. Jegyző úrnak is a részletes tájékoztatására tekintettel, ugye itt 96-os bejegyző határozatról van szó, melynek értelmében rossz adósa van a városnak. Tehát ezt megerősíthetjük, hiszen valószínű, hogy ennek a fizetési kötelezettségének már régen eleget kellett volna, hogy tegyenek, hiszen 20 évvel ezelőtti bejegyzésről van szó. Feltételezem, hogy ez a vételár hátralék, ez nem egy ezt meghaladó időszakra vonatkozik. Na most ilyen rossz adósokkal kapcsolatban, tessék? Bocsánat, itt a előterjesztésben én azt olvasom, hogy vételár hátralék és járulékai erejéig történt ez a jelzálog bejegyzés. Jó, akkor szerintem legyen egy kicsit interaktív jelleg, mert akkor lehet, hogy nem értem, de akkor... Jó, akkor kérdés, és akkor most válasz akkor, jó? Tehát akkor vételár hátralékról akkor beszéltünk, hogyha valaki esetleg késedelembe esne, kicsit félérthető a bejegyzés az ingatlan nyilvántartásba. Inkább arról van szó, hogy van neki egy úgynevezett részletfizetési megállapodása az önkormányzattal. Sok olyan kapcsolatunk van még évtizedes, ahol még most is fizetgetik a néhány ezer forintjával a önkormányzati ingatlanok után a vételár részleteket. Én megmondom őszintén, nem volt időm utána nézni pontosan, hogy van esetleg ennek az illetőnek hátraléka irányunkba ténylegesen, tehát magyarán nem fizetett valamilyen részletet, de önmagában a bejegyzésből arra nem lehet következtetni, hogy lenne neki tartozása. Már egy kicsit árnyaltabb a kép, tehát azt sem tudjuk, hogy akkor van-e tartozása, illetve milyen összegű, hiszen ez a bejegyzett... Tehát valószínű, hogy csak a földhivatali nyilvántartás nem napra kész a tekintetben. Nem. Jó. A teljes összegre, amit gyakorlatilag az önkormányzat nem kapott meg 1996-ban, amikor eladta, mert részletfizetést engedett a tulajdonosnak azzal, hogy nyilván engedte, hogy tulajdonba lépjen, birtokba lépjen, és a nevére írják az ingatlant, annak az összege volt 760 000 forint, és ezt 96 óta az illető valószínűleg fizetgeti. Mivel nincs tudomásom róla, nem láttam a nevét a felszólítások közt, amikor írtam alá, hogy tartozásod van, és légy szíves és fizessél. Gondolom azt, hogy rendezve van a dolog. Nem a törlését kérte az illető, tehát valószínűleg még mindig fizeti, mert vagy 20 évre, vagy 25 évre kapta ezt, tehát általában azok kapták meg ezeket az ingatlanokat, akik benne laktak.
és nem mindig voltak olyan anyagi helyzetben, hogy egybe ki tudják fizetni. Tehát a teljes vételár hátralékra, ami ebből a viszonylatban értelmezhető úgy, hogy valószínűleg kifizetett valamennyit, tehát 96-os dokumentum névén legfeljebb a földhivatalból tudnám valószínűleg elővarázsolni az eredeti adásvételi szerződést. Tehát a 760 ezer forintot 96-ban nem fizetett ki teljes összegbe, fizeti folyamatában, viszont ennek a részletfizetési kedvezménynek a biztosítékaként jelzálogjuk van beegyezve az ingatlan nyilvántartásba. Ezt nagyon gyorsan összerakva ennyi jött ki a történetből. Ami a lényeg, az az, hogy a jelzálogjog bejegyzés úgymond nem változik, tehát az ingatlan rajta marad. Az elidegenítési és terhelési tilalom ugyancsak nem változik. Nem az ingatlan egészének az eladásáról van szó, hanem egy tört részének. Tehát tulajdoni hányadot vásárol meg a egyik testvér a másiktól. Tehát igazából tulajdonosként, tehát pontosabban jelzálogjogosultként nem vagyunk rosszabb helyzetben, ha engedjük, hogy valamivel több tulajdon legyen a jelzálogjogunkkal betáblázott ingatlanon. Köszönöm, így már érthetőbb a helyzet. Azonban tényleg a gyorsaságra, illetve erre a sürgőségre tekintettel elfogadom, de egyébként mindenképpen hozzátartozna a képhez, hogy ugye a 94-es állapothoz képest akkor most mennyi a jelenlegi tartozása, illetve tényleg ez is fontos, hogy lejárt követelése nincs a városnak a szerződő felekkel kapcsolatosan. Tehát, hogyha ténylegesen mondjuk furcsának tartom, hogy 20 éven keresztül még mindig nem jutottunk ennek az összegnek a végére. Jó, tehát akkor ezek szerint jogszerű az állapot, ha fizetési kötelesség is keletkezik az határidőn belül, teljesítik. Ha ez így fennáll, akkor... Illetve ugye biztosítéknak ugye nyilván ott marad ugyanúgy a 733.395 forintnak a bejegyzett. Ez ott marad, tehát nyilván az nem fog változni. Az nem épül el, azt nem lehet csak úgy levenni az ingatlanról, tehát az mindig ott lesz, független attól, hogy fizet vagy nem fizet. Amikor kifizeti a teljes összeget, akkor kérheti a törlését. Egyébként tapasztalatom szerint ezek a részletvételek, vagy gyakorlatilag burkolt önkormányzati kölcsönök, amik akkor divatban voltak, hogy így odaadták az embereknek a lakást, amiben benne laktak, ezek általában kamatmentesek, vagy nagyon alacsony kamattal voltak kikötve, és ugye nagyon elaprózott részletekbe ment, ezért igazából valahol, hát akkor nagy összegnek számított, de hosszú távon nézve ez egy ajándék volt a benne lakónak. Hiszen most már 760 ezer forint jóformán semmit nem ér a ingatlan piacon. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kielégítő volt a válasz. Egyéb hozzászólás javaslat van-e? Jó, akkor kérem a sürgősségi indítvány és határozati javaslatokról, akkor kérem szavazzunk most. Igen, egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Napi rendi pontjaink végére értünk. Kérdezem, hogy bejelentés, kérdés bárki részéről. Kis Tamás képviselő parancsolj. Köszönöm szót, elnök úr. Először is két elmaradásra hívnám fel a figyelmet. Az egyik, hogy a belső ellenőrzésről nem kaptunk anyagot, pedig mostanra volt ígérve. Meg gondolom, hogy a népszavazás után vagy a választás után majd kapunk valamit. A másik pedig azzal kapcsolatos, hogy a egyik alapítványunk, a Hevesi Tehetséges Gyerekekért Alapítványnak, az ugye, ha jól tudom, még nincsen rendezve, ez is úgy volt, hogy hamarosan rendezésre kerül, és sínre tesszük az alapítványt a működés szempontjából, ez a jogszerű működés szempontjából ez nagyon fontos lenne. A másik dolog pedig az Újtelep Jovival kapcsolatban szeretnék néhány dolgot még elmondani. Az egyik, hogy a héten a HEVA megcsinálta, illetve a Városgondnokság megcsinálta a régebben kivágott fáknak a gyökereinek, tőkének a kivételét, és ezt köszönjük is. Viszont még ott egy olyan probléma merült föl, hogy a tűzjelző készülék, amit beépítettek, az többször hibásan bejelez. Nem tudom, hogy megoldható volna ennek a felülvizsgálata, javítása. Tehát ez nagyon kellemetlen, hogy a ottani dolgozók kávét főznek, és akkor közben bejelez a tűzjelző, vagy esetleg éjszaka kell kimenni az óvodavezetőnek az eszközt kikapcsoltatni. Tehát ez ügybe kellene valamit lépni majd. Köszönöm szépen. Jó, erre akkor gyorsan csak annyit hagy reagáljak, hogy az alapítvány esetében már Schwabnéval felvettük a kapcsolatot, és hétfőn volt egy egyeztetés. Úgyhogy mondtam, hogy azért a jövő héten erre akkor ráfordulunk, és akkor ugye megpróbáljuk akkor ugye össze
rakni azt, hogy ugye hogyan fog tudni tovább működni az alapítvány teljes hatékonysággal, illetve akkor ez a hétfői vezetőin, ez már ugye az óvodával kapcsolatosan ugye feljegyzés megtörtént, ugye a tűzjelzőnek a problémáját, azt ugye intézményvezető asszony, igazgató asszony jelezte, úgyhogy igyekszünk akkor. Jó? Ivanics képviselő úr, parancsolj! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt kollégák! Szeretném kérni polgármesteret, hogy intézkedjen, hogy a mód és lehetőség olyan közmunkások, tegyék rendbe dr. Szegő Imre sírját. Mindannyian tudjuk, hogy Hevesváros díszpolgáráról beszélünk, sajnos nem született gyermekük, és nagyon csúnya állapotban van. Esetleg, ha lenne rá mód és lehetőség, hogy síremlék nem készült, ha ez megoldható, akkor egy egyszerű síremléket a város a díszpolgárának. Köszönöm szépen. Jó, köszönjük szépen. Makó Nándor, a polgármester úr, parancsolj. Köszönöm szépen a szót. Tornalja város polgármestere meghívta a városon küldöttségét a Tornai Városnapok rendezvényeire, amely jövő hét, csütörtök, péntek, szombaton fog sorra kerülni. Én majd kérném szépen a tisztelt képviselő urakat, illetve azt, aki úgy gondolja, hogy ezen szeretne részt venni, a holnapi nap folyamáig jelenkezzen nálam, legyen szíves. Köszönöm szépen. Jó, itt a külsősökre is. Így van, természetesen. Számítunk, jó? Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szedlák Szabolcs képviselő, parancsolj. Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem egy kérdésem lenne a képviselői keretekkel kapcsolatosan. Ugye a tavalyi fel nem használt pénzek, ugye holnap lejár a határideje, és tehát konkrétan az én esetemben tavasz, ugye a Hevától már kértem egy járdafelújítást, akkor a sportpályának a kerítése ugye elvett sok időt, utána bejött a zárolás, hogy ezzel kapcsolatosan, hogy lesz, mint lesz. Igen, hát itt ugye amikor a júliusban erről ugye szavaztunk, akkor az volt, hogy természetesen ugye rendeletben meg fogjuk változtatni, és akkor, hogy később is felhasználható. Mai napra nem sikerült sürgősségébe behozni, vagy egyáltalán, hiszen ugye képviselőről is beszéltünk telefonon. Én miután ugye pályázattal kapcsolatosan 15-ig mi mindenféleképpen kell testületit összehívnunk, hiszen ugye lesz olyan pályázat, amit be kell adnunk. Úgyhogy én azt tennék ígéretet, és akkor itt jegyző úrnak is mondanám, hogy arra a testületi ülésre, akkor ugye azt a fajta módosítást, hogy miután ugye a zárulás miatt, akkor ezt az előző évről maradt kereteknek a felhasználását ki fogjuk tolni, akkor szerintem jövő május 31-ig, és akkor ugye nyilván itt a téli időszak, mert ugye esetleg belejátszik, és akkor pont éppen nem lehet majd járdát vagy bármit építeni. Úgyhogy akkor erre teszek javaslatot, hogy akkor az előző évről maradtak, akkor ugye nem szeptember 30, hanem akkor a következő év május 31-ig. Jó? És akkor így készüljön akkor egy indítvány, jó? És akkor szerintem akkor ez október, szerintem egy ilyen jövő hét közepe, vagy pedig az követő hét elején, akkor amikor testületünk van, akkor 15-dik előtt, akkor ez akkor be fog jönni, jó? Ez így akkor megnyugtató, akkor köszönöm. Dr. Nagy Sándor képviselő úr, parancsolj. Arról érdeklődnék, hogy a Hősök téri buszmegálló áthelyezésével kapcsolatban van-e valami biztató fejlemény? Nincs. Legalább a tervek megvannak-e már, hogy hova kerülnek? Rövid. Mert annélkül ott nem igen lehet. Igen? Jó, röviden, még nincs. Még tervek sincsenek? Nincs. Hát... Egyeztetés sincs. Jó.